Az egész bajnoki szezont átívelő együttműködési megállapodást kötött az Újpest FC és a Májva Virág Alapítvány. A közös munka jegyében a labdarúgók családtagjaikkal közösen hívják fel a figyelmet a méhnyakrák megelőzésének és kezelésének a fontosságára. A további részletekről most dr. Gyarmati Esztert és Windeker Józsefet kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, hát Eszter, ez egy nagyon érdekes kapcsolat, mondhatnám, hogy szokatlan talán. Az ügy fontossága az abszolút nem is kérdés, természetesen, de azért, hogy egy egyesület, és annak is a labdarúgó szakosztály, egy profi labdarúgó szakosztály gyakorlatilag kiáll egy ilyen fontos társadalmi problematika mellett, azért ez még hogy úgy mondja manapság, még mindig olyasmi, mire itthon felkapjuk a fejünket, de mi az eredete a dolognak? Amikor mi elkezdtünk beszélgetni a Májva Virág Alapítvánnyal arról, hogy milyen fajta együttműködés jöhet közöttünk létre, akkor azt a vonalat ragadtuk meg végül is, hogy a férfiak a nőkért, óvlak téged, tehát nem a hagyományosan a elsősorban direktben a nőkhöz szólunk, hanem a férfiakon keresztül a nőkhöz. Azt hiszem, hogy ez adja a különlegességét ennek az együttműködésnek, ami nálunk nagyon jól sikerült, hiszen a labdarúgók is fontosnak érzik ezt a projektet, és amennyiben idejük engedi, akkor támogatnak minket ezekben a kampányeseményekben. József, nyilvánvalóan hát egy férfi sem élne női rokonok nélkül, ez teljesen normális édesanyák, igen, nővérek, húgok, testvérek, mennyasszonyok, barátnők vannak. Tehát ilyen szempontból fiatal férfiként azért hallottál, vagy előfordulhat, vagy egyáltalán mennyire jut el hozzátok az, hogy esetleg egy nőt milyen súlyos problémák érinthetnek? Azért eljött természetesen, hála Istennek az én családomban hasonló probléma nem történt. Amikor az öltözőben meghallottuk, hogy van lehetőség segíteni ezt az alapítványt, akkor természetesen a fiúkkal nagyon örültünk neki, és erőnköz méltóan mindennek fogunk tenni annak érdekében, hogy tudjuk megfelelően támogatni. Nem érzitek ezt egy kicsit szokatlan, hogy mondjam, tematikának, szokatlan témakörnek, hogy ebben nyilvánuljatok meg? Nem, abszolút nem. Volt már a múltban, hogy más alapítvány, esetleg egyénileg is szoktunk támogatni rászorulókat, és nem érzek ebben semmi különlegeset, és nagyon örülünk neki, hogy tudunk segíteni. Na, hát akkor ez azt jelenti, hogy mindenki magáénak érzi ezek szerint azt, hogy a nőket érintő problémákkal azért foglalkozni kell férfi nézőpontból is, ugye? Így van. Van esetleg olyan, nem tudod, a csapaton belül, akinek a környezetében volt hasonló problémával küzdő hölgy? Erről konkrétan nem tudok, remélem, hogy nem. Reméljük, hogy nem, hiszen ha már sikerül ugye egyáltalán a szűrés felhívni a figyelmet, akkor azt gondolom, ennek a tevékenységnek már a célja nem volt hiába való semmi esetre. Így van, tehát elsősorban ugye a megelőzés, persze, illetve az érintetteknek a támogatása, az alapítványnak is egyébként ez a feladata. Milyen formában tud ez a közös együttműködés megnyilvánulni? Tehát mi a fiúk felé az elvárás? A fiúk felé ilyen szintű elvárás nincsen, az a pályán van legfeljebb. Igen. Tehát itt a támogató segítségüknek örülünk. Uh-huh. Egyébként ez az egész szezonon átívelő kampány lesz, tehát most például a legutóbbi hazai mérkőzésünk szünetében a célbarúgó verseny helyett, amit általában férfiak vesznek részt, hölgyek számára hirdettünk meg 11-es rúgóversenyt, a női csapatunk kapusa védte a hálót, ez szerintem nagyon jól sikerült. Most hétfőn lesz egy fotózás a játékosokkal, illetve az ő hozzátartozóikkal egy sportközegben, illetve aki megnyerte ezt a 11-es rúgóversenyt, ő is csatlakozik majd ehhez a fotózáshoz, de egyébként folyamatosan vannak olyan tevékenységek, amivel nem szeretnénk, hogy feledésbe merüljön. Nagyon jó, nagyon jó. Egy picit muszáj ezért a szakmáról is beszélgetnünk, hiszen sok dolog történik az utánházatáján, és önmagában a bajnoki pozíció jelen pillanatban azt mondom egészen előkelő, pláne azzal a handicappel, ugye, amiről tudunk, hogy a csapat azért eléggé, hogy mondja, megkötött kézzel vágott neki ennek a szezonnak, ugye az átigazolási stop miatt. Tudjuk ennek, sikerült-e már detektálni az okát, hogy végül is azért ezt miért rótta ki az UEFA? Az okát azt tudjuk, ez egy FIFA határozat volt. Az, hogy ez most jogos volt, vagy jogtalan, az majd szeptember 15-én nagyjából kiderül, hiszen akkor lesz a tárgyalás. Mert hogy hallom, hogy akkor nem nyugodott ebbe bele a klub, hanem egészen a KASZ-ig, ugye a sportdöntőbíróságig elmentek. Szeptember 15-én lesz a tárgyalás, és akkor valószínűleg október vége felé legkésőbb fogjuk tudni, hogy mi a határozat. Igazából azt gondolom, hogy most már ugye ebből egy átigazolási időszakot letöltünk,
Én nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen eredményt értek el, és hihetetlen az az összetartás, amit látunk tőlük, illetve én tényleg nem gondoltam volna, hogy ezzel a átigazolási stoppal is ilyen helyen tudunk lenni. Uh-huh. Aztán majd meglátjuk, hogy télen tudunk-e. Hogy állnak az ügyek, miben lehet reménykedni, vagy egyáltalán milyen döntése lenne elégedett a klub a KASZ-nál? Mi azt szeretnénk, hogy változtassák meg a FIFA-nak a döntését, tehát mindenképpen ugye a sportszankció részét, és akkor utána... De ez a visszamenőleges hatályú nem nagyon tud már lenni nyilvánvalóan. Nem, tehát nyilván ez... utána meg lesznek az eszközök arra, hogy ez azért kárt okoz nekünk, uh-huh. És akkor egyfajta kártérítési eljárásba csapolhat. Ezt majd meglátjuk akkor, hogy mi lesz a maga a határozat. Annak a függvénye. Az esélyek erre vonatkozóan? Mi úgy látjuk, hiszen azért is vittük tovább az ügyet, hogy nekünk van igazunk, amik a rendelkezésünkre állnak, a dokumentumok mind saját részről, mind a játékos részéről, azok ezt támasztják alá. Kíváncsian várjuk, hogy a FIFA mivel fog előrukkolni. Mennyire volt valóban ez, József, így nekivágni ennek a szezonnak ezzel a mondjuk hátránnyal, hogy átigazolási stopból indult a csapat? Amikor megtudta ezt a csapat, akkor tényleg volt egy kis pánik, de nagyon pozitív volt, hogy tényleg ez csak pár napig tartott, mert most Újpesten jelen pillanatban az Újpestnek a legnagyobb erőssége, hogy egy csapat, és a srácokkal beszéltük, hogy ezen mi úgyse tudunk változtatni, akinek ez a feladata, az úgyis meg fog tenni ennek érdekében mindent. Viszont van sok pozitívum, hogy nagyon fiatal a csapatunk, és nagyon sikeréhes, így senkit nem kell motiválni, és ebből eddig ez sült ki. Azt tervezni előre nem tervezünk, tényleg csak mérkőzésről mérkőzésre. Az elején nem indultunk ugye jól, akkor nagyon sokan leírtak minket. Most, hogy 5 meccsből 4-et meg tudtunk nyerni egy döntetlen, akkor így most teljesen megváltozott mindenkiben az Újpestről való úgymond előítélet. Mi ezzel nem foglalkozunk, mi próbálunk csak saját magunkra figyelni, és még egyszer mondom, csak mérkőzésről mérkőzésre tervezni. Igen, úgy tűnik, hogy akkor ez egy jó taktika, tehát, hogy akkor mindig csak a következő feladatra koncentrálni, ugye? Eddig úgy tűnik, hogy igen. Reméljük, hogy tudjuk tartani ezt a formát, és azért tudjuk, hogy van, amiben kell fejlődni. Ezzel a, hogy te magad is fogalmaztál, ezzel a sikereihez plusz potenciállal, ez mire lehet elég olyan ennek a csapatnak? Ezt nem tudom megmondani, nem is akarok ígérgetni semmit, annyit tudok mondani, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az Újpest a nevéhez méltóan szerepeljen, és reméljük, hogy ez így is lesz. Uh-huh. Jó, tehát akkor itt most nem a személyes egyéni ambíciók a fontosak, hanem ha jól értem, ez összeadódik, és egy nagyon ambicionált csapattá formálódik, ugye? Így van, így van. Mindenkinek alá kell most jelen pillanatban a csapatnak rendelni mindent, félre kell tenni az egyéni sikereket, úgymond, de természetesen, hogyha a csapat jól szerepel, akkor az egyéni karrier is fejlődni fog. Aha, értem. Tehát akkor ebből csak jól jöhet ki mindenki, ha a csapat nyilván sikeresen tevékenykedik. Jó, tehát akkor gyakorlatilag van bő 2 hetünk ehhez a bírósági tárgyalásig, és akkor utána körülbelül 1 hónap, mire ebből esetleg bármilyen... Igen, pont tegnap kaptunk egy értesítést a bíróságtól, hogy meghosszabbították az egész eljárásnak a véghatáridejét, és október 28-a az, amíg végső határozatot fognak hozni. Na hát akkor gondolom azért a csapatvezetése tükönül, mert jó lenne már tudni, hogy merre és hogyan tovább, de minden esetre ez egy fontos dolog, hogy akkor még a jogorvoslat hátra van, és elképzelhető, van. Hogy változik ez az ítélet. Az a szerencsé, hogy ez a csapat hangulatát nem befolyásolta, úgyhogy akkor ehhez a továbbiakban is ugyanilyen erőt és ilyen lelkesedést kívánok, és jó munkát a Májva Virág Alapítványnál. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.